Tamás, nagyon szoros mérkőzés volt, sokáig vezettetek, és hát a végén kiénekelték a sajtószálltokból. Mind mullott ez? Hogy érezted? Mind elfájt a csapat a végére? Szerintem a szakadt már a Zalaegerszegen, ez nagyon jó mérkőzés volt. Végig volt koncentrálni, amit nem csináltunk. Három negyed jól játszottunk, jó ritmusból, hogy kell játszani. És utolsó negyed nem jó nyitunk, és mikor fontos volt, nem csináltunk jó döntés, sok hibáztunk, és kaptunk ez a sok három pontos, tudunk, úgy felkészültünk, hogy tudunk, hogy ez az Zalaegerszeg nagyon jó dobó csapat lesz, és szerintem csak ez volt a probléma, és nem tudtunk koncentrálni végig. Azt gondolom, hogy a legjobb kor a találkozó második felében kaptad el a fonalat, mind a távoliakban, mind a lepattanokban, és gondolom ez egy fordulópont, hogy úgy láttam a mérkőzésen. Így van, hát úgy gondolom, hogy az egész csapat a második félidőben sokkal jobban elkapta a ritmust, míg az első félidőben nagyon lassan és nem a mi játékunkat játszottuk, és a második félidőben szerintem védekezésben is váltottunk, ugye, és támadásban is sokkal gyorsabban és sokkal több passzal játszottunk, ami a mi játékunk, és ebből voltak ezek az üres dobóhelyzetek, amit bedobott a csapat. Szerintem a második félben sokkal jobb százalékkal dobtuk a kintieket is. Hogy láttad, Tamás elmondta, hogy a koncentráció hiányzott a végén. Te is így láttad ezt? Igen, abszolút így láttam. Addig, amíg meg tudtuk akadályozni ezeket az üres dobásokat, addig azt gondolom, hogy mi akaratunk érvényesült, és hát nyilván ez ennek sok összetevője, amikor ez miért történt. Eddig is ugye azért ezzel mindenki tisztában volt, és az ellenfelek is, hogy kevesen vagyunk. Vannak minőségi játékosaink, de nagyon kevesen vagyunk, és hát ugye már fél idővel helyezte az egyik külföldi játékosok, hogy nem tud tovább játszani a fejelába, úgyhogy tovább csökkentek a rotációs lehetőségeink, és igen, tehát biztos, hogy ez a koncentráció hiány, ami azt hiszem, hogy egyértelmű volt itt az utolsó negyedben, azért ez erre visszavezethető nagyban. De hát ezt jól kihasználta a Zalaegerszeg, és akkor tudnálom nekik győzelmet. Tamás, hogy látod, mi volt a fordulópont? Mi az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy most már végre azt a játékot játsz a csapat, amit szerettél volna látni? Hát igazából a második fél időben, illetve fél időben arról beszéltünk, hogy egyrészt nem jó ritmusban játszottunk, másrészt nem voltunk kollektíve. De most abban a szisztémában, amiben mi játékaink vannak, amiben mi játszunk, abban lópassz nélkül, illetve korai passzok nélkül, előpasszok nélkül, hát igazából nem nagyon lehet nyerni. Egyéni játékkal ideig óráig lehet tartani ezt, a színnek voltak a kerülésben jó megoldásai, és valamilyen szinten tartotta a csapatot, de a hátvédjén jól mondottak, hogy kellett volna. Nem úgy reagáltunk a agresszív védekezésre, bár készültünk rá, centereinket nem tudtuk igazán időben megpasszolni. És amikor már megpasszoltuk, akkor meg igazából, amikor kimaradt a helyzetek a második félidőben. Jobban elő voltak készítve a pikerolok, és a mélységi betörésekből több jó helyzetünk volt, ami már volt még állított jó a harmadik negyedben. De ahogy fáradtak a kosárok, már nehezebben jöttek oda a passzálokra, és amikor ezeket végig tudtuk passzolni, akkor egy jó előpassz után, két passz után jó helyzeteket csináltunk, és szerencsére beraktuk, hogy egy jó ritmusban támadtunk. A védekezésünk is ott azért ezzel párhuzamosan följavult, úgyhogy igazából oda tovább a csapatomban, de a Kaposvárnak is, mert voltak lélektelenek, mondtak többször is, és kettőt visszavehettek, utolsóan nem tudták szerencsére. Úgyhogy nagyon örülök ennek, nagyon fontos meccs volt, de adtunk a körmünktől, most a következő megyünk majd. A jövő héten Szombathelyen mindenképpen nyerünk el, hogy a becsülésen nem minden helyen helyen ügyet. Ahhoz, hogy egy felkészülés alatt tudjuk nyerni, hogy ez nagyon fontos meccs volt. Úgyhogy boldog vagyok. Néha nem is látszik, de nagyon elfáradtam, mert ez a másik, amit még, hogy ezt már harmadszor csináljuk magunkkal, ugye 17-18 pontra elengedjük idézőjében, engedjük az ellenfelet, és azon dolgoznunk kell, vagy változtatnunk kell, mert ha nem abban a ritmusban kezdjük a meccset, akkor mondjuk ezzel Szombathelyen nem lesz. Itt van nem volt a Kuss ellen sem már hasonló szituációban, úgyhogy ebben mindenképpen el kell lépnünk, hát több egyéb meleg, mert rengeteg dolgok.